1966-ban közel 600 lakást kapcsoltak be a távhőszolgáltatásba. Jelenleg már közel 16 ezer fogyasztó élvezi a legkomfortosabbnak számító szolgáltatási módot. A nyírtávhő az üzembiztos távhőellátás mellett kiemelt figyelmet fordít a hálózat fejlesztésére, az elavult berendezések cseréjére, egy jövőre kezdődő pályázat segítségével pedig az eddig is ismert GoBuy okos mérők rendszerét fejlesztik tovább. Ezzel az innovatív megoldással, amit most a Com Zrt-vel közösen kívánunk alkalmazni, a lakóépületekbe olyan egységek, olyan adattovábbító egységek kerülnek be, amelyek GSM alapon internetes felületre küldik ezeket az adatokat, és a fogyasztók bizonyos jelszóval saját adataikhoz egy időtrend alapján hozzáférhetnek, megnézhetik múltbeli, jelenbeli fogyasztásukat, és megtervezhetik jövőbeni fogyasztásukat. Tavaly nyáron a francia érdekeltségű Veolia Energia Magyarország Zrt. Vette át az E.ON-tól a helyi távhőtermelés alapjául szolgáló erőművi blokkokat, és 15 ezret meghaladó lakossági és több mint 1000 egyéb ügyfelet lát el hőenergiával. Az eltelt több mint egy évben a társaság jó kapcsolatot épített ki a várossal és a főfogyasztóval, a Nyírtávhő Kft.-vel, és a jövőben nagyobb beruházásokat is tervez. A fejlesztéseket tekintve mindenképpen a jövőben szeretnénk a zöld energia fele elfordulni. Várhatóan egy biomassa blokkot fogunk majd kb. 2022-re felépíteni. Ennek a megvalósíthatósági tanulmányán jelenleg dolgozunk, de hát egy erőművi blokk építése több időt vesz igénybe. Az elmúlt időszakban több 10 milliárd forint támogatás jutott a távhőszektornak, amiből egyrészt korszerűsítették a hőközpontokat, javították a primer oldalak energiahatékonyságát, illetve elősegítették a termelői forrásoldal megújuló energiára történő részbeni átállását. A szakmai szervezet elnöke szerint a primer oldali rendszer rendbetételére, hatékonyságának javítására, valamint a biomassa és geotermikus energia részarányának növelésére 300-400 milliárd forintnyi beruházás kellene. Mindenképpen sok 10 milliárd forintot kell a következő években beruházni, akár évente is, és hát a jelenleg allokált források azok jelenleg olyan 31,5 plusz 13,5 milliárd forint két forrásból a KEHOP-ban, amelyet jelenleg ismerünk az éves fejlesztési keretben. Sajnos ez tavaly ősz óta várat magára, hogy ezeket a pályázatokat kiírják, és még jelenleg sem tudjuk, hogy mikor nyílnak meg ezek a pályázatok. A 12. regionális távhőkonferencián a távhő audit projekt eredményeiről, a fejlesztések programozásáról és az okos mérés részleteiről is hallhattak előadásokat a résztvevők.